Üdvözlök mindenkit! Ma az Amerika titkos hadműveletei nevű játékot mutatom be. Ezt egy Rocky nevű kommentelő adta nekem kölcsön. Nagyon szépen köszönöm. A marketingesek ennél a játéknál piszok jó munkát végeztek. Csak nézzétek meg a borítót. Ez a borító kegyetlen jó. Hátul is a játék kifejezetten szép. Embernek eszébe nem jutna, hogy ez egy gagyi játék. Pedig sajnos az. Kezdjünk is el egy kampányt. Hát betöltjük a szarjátékot. A vasszigony hadművelet. Az első misszió, ahol megtudjuk, hogy egy olajplatformon marxista lázadók vannak. Hűha. Ami már csak azért aranyos, mert az összes ellenfél arabnak néz ki. Jézusom, ez mi akar lenni? Ja, hogy ez a víz. Jó. Na, menjünk fel a létrán. De mutatnék valami mást. Menjünk vissza. Ez a világ legelső játéka, ahol háttal is lehet létrát mászni. Ding ding ding, fehér nemű osztály. Na de hol az ellenfél? Ez a kérdés. Ha hallom őket. Jaj, nyílik az ajtó! Dur, dur, dur! Ott van még egy terpezben. Na, hát egész jónak néz ki ez a pálya. Megmutatom, mik vannak. Tehát... És megmutatom, mik a pozitív dolgok a játékban. Tehát ez az olajplatformos pálya, aztán lesz egy atomerőműves pálya, ahol már más fegyverünk van, általában pályánként cserélődnek a fegyverek. Itt van még egy ellenfél. Aztán van dzsungeles pálya, ahol valami irtozatos kalibert kapunk. Na... Úgy van. Hát aztán van nyomor negyedes pálya. Úgyhogy tényleg egész változatos. Nem olyan, mint a mesterlőész, ahol igazából minden ugyanúgy néz ki, csak másképp van elnevezve. Vannak egész jó effektek, például robbannak az olajvezetékek. Aztán el kell zárni majd őket, hogy el tudja menni mellettük. Hát a lángok is egész jónak néznek ki. Lehet itt szellőző nyílásokban járkálni. Nem azt mondom, hogy ez a játék találta ki ezeket, de legalább valamiféle hangulatot teremtenek. Sőt, még csapdák is vannak, hogyha átmész rajta, akkor felrobban egy gránát. Úgyhogy legalább azt mondom, hogy próbálkozik ez a játék. De ez nem változtat semmit a tényen, hogy ez a játék attól még félre sikerült. Miért is félre sikerült? Hát például azért, mert rettenetesen húzza az ember idejét. Ahelyett, hogy az ember lövöldözne ezerrel, mindenféle baromságot kell felszednie. Itt például egy számkombinációt szedtünk fel. Aztán meg kell keresni a hozzátartozó széfet. Aztán a mágnes kártyával el kell menni egy ajtóhoz. És ez megy pályánként legalább 5-6-szor ilyen dolgokkal. És itt például az öltözőben ember nem veszi észre a kulcsot, akkor megint keresgélhet. Ami piszkosul idegesíti az embert, még ez a rémes időcsík, vagy nem tudom minek nevez, amit ki kell várni. Akárhányszor megfog az ember valamit, előbukkan ez a rémes dolog. Egy Call of Duty-nál, vagy ilyesminél nincs. Egyszerűen megfogod, felveszed és kész. Jó van, itt meg még az üres dobozba találok lőszert. Hát ez marha jó. Kérdem én, milyen elit alakulat az, hogy alig kapsz lőszert, és az összeset az ellenfétől kell felszedni? Ez most komoly? Hülye időcsík, ráadásul megint úgy blokkol, hogy nem igaz. Hát valami rémes. A játék harmada ebből áll. Ez most abszolút nem poén. Abból áll, hogy az embereknek a seggét kell letapizni lőszer után. Hát valami rémes. A játék szlogenje, hogy találkozz érdekes emberekkel és végezz velük. Hát ez nagyon jó. Tapizunk ezerrel. És komolyan, milyen honvédség ez? Még sisakot sem kap a katona. Majd a végén láthatjátok. Dick Assman, egyedül kell felvenned a harcot az egész terrorista csoport ellen. Psz, semmiség. De sajnos nem a módunkban sisakot biztosítani neked. He? És lőszert is alig kapsz, tehát az ellenféltől szedd inkább fel, jó? Anyád. Ellenfél fegyvereit nem tudom felszedni, lecserélem ezt a monstrumot szívesen a shotgunjára, mert azzal lő rám. Na, szedjük csak fel. Mit ír ki?
Semmit sem találtál. Azt írja ki? Nem, semmit sem találtát. Mivel lőtt rá? Mi az, hogy semmi nincs nála? Most vadászpuskám van. Csodálatos ellenfél terpezben feszít. Szíven lövöm, semmi. Milyen csodálatos atéta trikójuk van ezeknek, hát nem igaz. Ilyen nekem is kéne. Gránátokról annyit, hát olyan, olyan, mintha karácsonyfa díszdobálnék feléjük. Gránátvető is nagyon jó. Semmi haszna nincs. Rövögnek a pofámba. Másik bizarr jelenet, hogy ezzel a hatalmas kaliberrel képtelen vagyok ezt a pici lakatot szétlőni. Nem, a kulcs kell. Csodalakat. Nem, a fegyverem speciál arra jó, hogy az egész hidat fölrobbantsam vele. Nem, a lakat az kibírja. Aztán elolvashatom, hogy küldetés nem sikerült teljesít. Aha. Ki kell szólítanom pár embert a börtönből, hát tök örülnek nekem. Ugyanúgy néznek ki. És a világ legszexisebb lábújjai. Oh. Kedvenc misszióm az olajplatformon volt, amikor az legénységet ki kell szabadítanom, mert bizony túlszul ejtették őket. Hát én most azt hittem, hogyha benyitok az ajtóm, valami ilyesmi fog várni engem. De nem, ebben a csúcs játékban két darab hihetetlenül cool munkás vár minket. Ezek a világ legfrankóbb túszai, komolyan mondom, és ezek ikrek szerintem, de hé, várjunk csak. Edward Norton! Edward Norton az olajfúró szigeten! Köszöntsük sztár vendégünket! Itt a bizonyíték, hogy Hollywood sztárok is végeznek becsületes munkát. Az, hogy játékban 10 méterenként találkozhatunk ilyen gyönyörű jelenetekkel, hát most ne botránkozzunk meg ezen. Inkább elkezdem az utolsó missziót, ami egy félkész felhőkarcolóban játszódik. És meg kell semmisíteni a terroristák rádióját. Ugyebár, hát ez nagyon szellemes. No, nézzük meg a robbanást. Na, mikor robban? Ott a robbanás! Na, nem dőlt össze a ház, minden rendben van. Dick Eastman teljesítette feladatát. És most lemegy a legalsó szintre a lépcsőházon. Beül az autójába. Beül a fürdőkádba. De nem. De nem, a Pentagon arra kötelezi, hogy még egyszer muszáj az életét kockáztatnia. Rá kell ugrania erre a vasrúdra. És a daru átviszi a másik háztetőre. Nem, hát ez muszáj. Muszáj ez. Csodás. És most jön egy helikopter, és felszedi Dick Eastmant. Miért kell helikopter? Miért nem gyalogolhatott le egyszerűen a legalsó szintre, és megy haza? Nem. Muszáj volt ez. Jó. És a végére jöjjön az, amit a játékban leginkább imádtam, ezzel tényleg jól el voltam.